Ezek a csomagok tavaly találtak gazdára, amikor a polgármesteri hivatal először szervezett a szépkorúaknak adakozási akciót. Akkor 3700 ajándék talált gazdára. Az idősbarát önkormányzati díj kötelezi a várost, hogy folyamatosan gondoskodjon a szépkorúakról, így folytatja a tavalyi kezdeményezést, mondta mai sajtótájékoztatón Ács Rezső. Idén 8812, 62 év felett itt tart nyilván a város. Csak annyit szeretnénk, annyi csomagot megvásárolni, amennyire valóban szükség van, és csak azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. Tavalyi év egy nagyon tanulságos év volt, benne jó elem volt benne, amit még csiszolni kellett. Ami mindenképpen jó volt, az, hogy gördülékenyen tudtuk kiosztani a csomagokat, amin csiszolni kellett az a beltartalom. Ez most azt gondolom a tavalyi tapasztalatok elmondása alapján, illetve az időskori klubok elnökeivel, vezetőivel folytatott beszélgetés alapján összeállt egy olyan csomag, amiben élvezeti cikkek, édességek és tartós élelmiszerek is vannak, 2,5 kiló egy csomag, mintegy 2500 forintot érnek, és minimum 8 terméket kell tartalmazni. A csomagok átvételét megelőzően november 25 és december 6-a között kell regisztrálnia annak, aki igényelni szeretne a csomagokból. Minden regisztráló megkapja a maga ajándékát, mondta a város vezetője. A regisztrálóknak nevüket, lakcímüket és születési évüket kell megadniuk. Az átvételhez a hivatal kéri, mindenki vigye el a személyigazolványát, vagy adjon megbízást, ha nem tud személyesen elmenni a Garai térre átvenni az ajándékot. Regisztrálni lehet a szépkorkukac.szexárd.hu oldalon, vagy a 74-504-172-es számon. Az ajándékcsomagokat december 6-a és 14-e között kapják meg az igénylők.